Most a magukra hagyott házakban a rágcsávok óriási károkat tudnak okozni. Ebbe botlottam most én is bele. Jól látszik, hogy itt egyetlen egy luk látszott csak. Mutatom, hogy milyen. Tehát ehhez hasonló kicsi luk látszott csak a falon. Aztán miután elkezdtem kibontani, utána világossá vált, hogy itt jóval nagyobb problémáról van szó. Tehát egészen, nézzétek meg, meddig eltűnik benne ez a nyíl is. Tehát itt lefelé halad a járat, de az még mind semmi. Látjátok? Itt még megy fölfelé. Ezt most megbontom. Tehát nagyon vigyázzatok, hogy ahol egy kicsi luk is van, ott óriási károkat is okozhattak már. Például patkányok vagy pockok, ami beköltözik a házba, főleg elhagyatott vályokházaknál okoz ez gondot. Most ezen a fal felületen nagyon jól látszik, hogy hogyan lehet teljesen tönkretenni egy vályokházat. Méghozzá úgy, hogyha leszigeteljük a levegő áramlását, például egy olajfestékkel, amit látjátok, itt olajfestékkel lett lekenve az egész fal felület. Ennek az lett az eredménye, kár, hogy nem lehet tapintást és illatokat lefilmezni és így átadni. Iszonyatosan dohos a szaga, ez jól látszik, hogy a salétrom és a penész ki is ült ide a már javított felületre. Ezt valószínűleg csemperagasztóval próbálták kijavítani. Most kénytelen leszek ezt nagyon hosszú és kemény munkával innen mind eltávolítani, hogy ez a fal továbbra is át tudjon szellőzni.